Sziasztok! Újra itt az EgriGem ifjúsági magazin műsorunk. Ma a tanulásról fogunk beszélgetni állandó vendégeimmel, illetve ellátogatunk majd az ifi.hu Halloween partiára is. Köszöntöm a stúdióban vendégeinket, vagy inkább úgy is mondhatnám, hogy állandó beszélgető partnereimet. Ő pedig Sasi Kira, Farkas Anna és Miderer Dániel. Sziasztok! Szia! Na szóval, ahogyan említettem, ugyebár a tanulásról fogunk beszélgetni, hát jókat mulatunk egyébként a stúdió kezdetének az elején, hiszen ugyebár a tanulás, azért nem szívesen tanultok, de azért kezdjünk rögtön egy élmény beszámolóval. Hogyan szoktatok egyébként tanulni? Hát szerintem senki se, vagyis hát elég kevesen tanulnak szívesen, úgymond, mindenki inkább szórakozik, de azért valamennyire érzi mindenki a fontosságát a dolognak. Hát... Mindenki máshogy tanul szerintem, valaki magol, valaki értelmezni próbálja, valakinek nem is kell tanulni, mert órán felfogja már, tehát van ez, hogy ha figyelek az órán, akkor ez már fél siker. És hát én attól függ, hogy mit tanulok, tehát hogy ha történelem ugye az olyan, mint a mese egy kicsit bonyolultabban, akkor próbálom értelmezni, próbálom a történetet magamban elképzelni. A matekot ezt nem nagyon lehet tanulni, mert hát ezt vagy értem, vagy nem. Én próbálok logikusan gondolkozni mindig, tehát hogy valami összefüggés keresni mindenben. Hát így. És ti lányok? Mert ez egyébként tök jó, amit Dani is elmondott, hogy tényleg átlátni az egészet, meg tényleg értelmezni, és úgy mondjuk a matekot nem lehet megtanulni, csak érteni kell, tehát ez is nyilván gyakorlás kérdése. Nálam úgy van, hogy igazából, ha az órán figyelek, akkor az nálam tényleg nagyon sokat segít, mert én nagyon könnyen megjegyzek szinte mindent, bár azért nekem is vannak olyan tantárgyak, amik kevésbé mennek, de én nálam egyáltalán nem működik a magolós téma, szóval én attól, hogy elkezdek, leülök és tanulom, olvasgatom folyamatosan, nálam ez egyáltalán nem, mert nem fogom megérteni, nekem is meg kell keresni az értelmét, addig próbálom olvasgatni, amíg meg nem értem, hogy ez miért így van, miért úgy. Ezért is vagyok rossz például a versek tanulásával, meg ilyenekben, mert nekem ez nem megy. Tehát ez is nagyon érdekes, mert ugye, hogyha az ember nagyon sokat magol, akkor azt általában később, hogyha úgy tanulja, el is felejti azzal a lendülettel. Igen. Én magolok. Tehát, hogy a saját példámból, én tényleg mindent, amit tudok, csak magolok. Alig értek meg dolgokat. Hát a matek pont ez, ami nálam az ilyen buktató tantárgy, de hát azt is próbálkozom valahogy felhozni. De a verseket én nagyon gyorsan megtanulom. Tényleg. Tehát ez is más, gondolom, hogy ki milyen beállítottságú. Tehát nektek egyébként melyik az, amelyik könnyebben megy? Humán. Hát inkább a humán. Hát szóval teljesen más igazából, tehát mindenkinek ugye attól függ, hogy a logika ugye mennyire jelenik meg, és mennyire tudja, hogyan mondtad Dani is, vizualizálni az egészet, hiszen te mondtad ezt, hogy a történelemnél elképzeled a dolgokat, és úgy könnyebben tanulsz egyébként? Könnyebben, tehát, hogyha... persze, hát mivel sokkal jobban megjegyzed. Én képzelem el, és kicsit át, nem azt mondom, hogy átszerkeztem, de hát az én logikám szerint dolgozom föl, amit a tanár mondott, igen, akkor azt ugye én alkottam, tehát ezt nyilván jobban megjegyzem, mint amit egy idegen ember mondott. Tehát így megfilmesíted a fejedben, igen. És akkor úgy egyszerűen. A matekot én is úgy szoktam, így bevizualizálom, tehát hogy így eszembe van. Vagy az angolt is úgy tanultam meg még annó érettségére, hogy így nem tudom, hogy a kép bennem volt, hogy itt ezt írtam, ott azt írtam, és akkor így letudtam, tehát el tudtam mondani magamtól. Ez ilyen részben ilyen fotómemória, hogy ezt is szokták rám mondani. De dolgozik egy ideig, meg tudja megjegyezni. Igen, addig meg tudom jegyezni, utána már nem nagyon. Hát igen, csak itt meg azzal van a baj, hogyha mit tudom én érettségi előtt álltok, akkor pedig ugye bár tudni kell az egész 4 éves anyagot, vagy tudni kellene, és akkor nyilván esetlegesen ott probléma lehet, vagy újra ismételni kell. Igen, ugye ezt is beszéltük, hogy ismétlés, gyakorlás, stb. Így meg lehet szerezni ezeket az alapokat. De szerintetek miért fontos tanulni? Mind a mellett, hogy ugye bár jó jegyeket kell szerezni a továbbtanulás miatt, stb. De egyébként. Nem csak iskolában lehet gondolkozni a tanulásban, tehát nem csak anyagot lehet tanulni, hanem tapasztalatot lehet szerezni, az élettől is lehet tanulni, lehet más hibáiból tanulni, saját hibáimból tanulni, tehát most itt nem csak az iskolára kell gondolni, hogy a tanulok. Miért fontos? Hát szerintem senki nem örül annak, hogyha tapasztalatlan és buta marad, tehát fontos, nyilván fontos szerintem. Szerintem meg...
főleg azt, tehát így fiatalok, mi még nem nagyon látjuk be azt, hogy mi is, mennyire fontos az, hogy tanuljunk, mert igazából akkor tudunk elérni, már mint úgy értem, hogy azért felnőttek között munkaszerzési lehetőségeknél, tehát ott nagyon fontos, hogy kinek milyen iskolázottsága van, és hogy ugye, hogy mennyit tanult, meg hogy milyen eredményei voltak, szóval szerintem nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a dolognak a súlyával. Szóval, hogy azért ahhoz... belássuk ezt. Igen, hogy elérjünk valamit, ahhoz kell. Ti már beláttátok egyébként? Vagy jó úton haladtok? Már közelítek a belátás felé inkább, főleg így az érettség előtt. Belátni szerintem könnyű belátni, csak így elfogadni nem, meg tenni érte, mert úgy vagyok fel, hogy hát majd. Amíg van idő, még van idő. Másfél év, majd később. Ráérünk. És aztán hát előbb-utóbb úgy is be kell látni, hogyha el akar valamit érni az ember, akkor kell valamit tenni. És akkor itt jön a kérdés egyébként, hogy szerintetek csak a diákoknak kell tanulni, vagy akkor is, hogyha már Kira, te is mondtad, te egyszer ez az ember egy jó munkát, ott van, és akkor hátra lehet dőlni, hogy dolgozok, és kész, nekem. Nem, hát az apukám is például, hogy ő ilyen fejlesztési informatikát, mi nem tudom pontosan, hogy mit, ilyen programozó, és őnek is nagyon sokat kellett tanulni még a munkája során. Például most is neki nem volt még egy idegen nyelve, csak angol, és most kezdte el felnőtt korában a németet tanulni, mert ugye német cég a CETEF, és ki kell járnia a főnökéhez, és hát nem tud másképp beszélni vele, mert angolul nem kommunikál vele a főnöke, ezért meg kellett tanulnia németül, tehát hogy ő is továbbfejlesztette magát. És hány éves? 41. Tehát azért ugye ez nem korfüggő. Egyáltalán nekem is apukám folyamatosan mindig készül a következő szakvizsgára, ugye mindegyik után megmondja, hogy ő nem tanult többet az életben, és mindig utána jön a következő. Szóval folyamatosan, meg igazából, ha például elmegyünk egy munkahelyre, szóval ott is nagyon sok mindent meg kell tanulni. Oké, nem ilyen tantárgyakról van szó, vagy valami, de azért sok mindent meg kell azért ott is tanulni, hogy be tudjunk illeszkedni szerintem. Jó pap volt itt tanulni, van ugye a mondás, de szerintem nincs az a munkahely, ahol, hogyha bekerülök, akkor ott a maximális a tudásom. Tehát mindig lehet tovább a tapasztalatokat, vagy mindig lehet tovább fejezni magad. Például a tanárok is az iskolában járnak tovább képzésre, mert sose lehet eleget tudni, vagy tanulni, vagy tapasztalni. Akár a különböző munkahelyeken is egyébként küldik kifejezetten az alkalmazottakat, hogy menjenek továbbképzésre, ott tanuljanak, fejlődjenek, és akkor nekik is állítanak fel ilyen motivációs részeket, hogyha megtanulnak, vagy elvégeznek egy képzést, lehet, hogy nagyobb lesz a keresetük, vagy lehet, hogy tudnak esetleg külföldre menni dolgozni, tehát ugyanúgy ez is több lépcsőből áll. Ti miért tanultok? Tehát mind a mellett, hogy kötelező. És még azért nem teljesen láttátok be azt, hogy tényleg ez a ti érdeketeket szolgálja. Tehát miért tanultok? A tudás megszerzése miatt, hogy tiétek legyen a tudás, és birtokoljátok azt, vagy pedig a jó jegy miatt, hogy de jó, ötöst kaptam matekból. Hát ez is egy öröm, hogy azért annak ellenére, hogy muszáj tanulni, mert hogyha nem muszáj igazából, abba hagyhatom az iskolát, csak akkor hát nem érek el sokat vele. Tehát, hogyha akarok valamit az életben, akkor muszáj tanulni. És mindig az, hogy tehát óvodába is más tanul az ember, általános iskolába is mást, és közép meg sorolhatnám, hogy mindig fokozattal feljebb, és mindig más tanul. És többet, igen. És... Hát kell az, hogy folyamatosan bővítse a tudását, ugye évről évre, és ugye nem csak iskolában, ahogyan azt mondtátok. De ott van a kérdés egyébként, hogy később, tehát amikor már megszereztétek az alapokat, és tájékozódtatok, tehát akkor ez csak ilyen elméleti tudás lehet, amit meg kell szerezni, vagy a gyakorlati tudást is? Szerintem még a gyakorlati tudás az még fontosabb, mint az elméleti tudás, mert ugye azzal tudunk utána valamit kezdeni az életben. Hát azért jó nálunk, ugye amire én járok, ez a szakmai pedagógia meg pszichológia, hogy nekünk amúgy majd lesz utolsó év ilyen gyakorlatunk, óvodába kimegyünk, és akkor majd ott kipróbálhatjuk magunkat, hogy amit tanultunk eddig elméletet, azt megvalósítjuk a valóságba is.
Tehát igazából az általános, nem általános gimnáziumban, meg általános iskolában is tök mindegy hol, csak az elméletet vesszük, ha azt nézzük. Kivéve azt a középiskolákban, ők legalább, tehát ők szerintem nagyobb tudáshoz jutnak, mint mi gimnazisták. És hát én nem vagyok gimnazista, de hogy... Tehát, hogy egyébként értem. Akik középiskolában tanulnak és nem szakosodnak. Neked, szerintem az elmélet az egy, amelyik az alapja, tehát nem lehet például megtanulni úszni elméletben, vagy akármilyen sportot elméletben, mert oké, hogy a szabályokat tudom, vagy ilyesmi, de hát akkor is a gyakorlat az tényleg, mint ahogy Kira mondtad, fontosabb szerintem, mint az elmélet. Ugye később is a munka során is azt lehet hasznosítani a legjobban, tehát hogyha a gyakorlati tudást megszerzi az ember, akár a kezdeteknél a munkahelyen, és nem tudom, tegyük fel, utána kezd el egy képzést, ami ahhoz hasonló, lehet, hogy jobban is tudja azt kamatoztatni, amikor már tudja, mert úgy valahogy jobban el tudja képzelni, ahogy beszéltük az elején is a dolgokat, hiszen akkor már a gyakorlattal rendelkezik. Ti egyébként mit tapasztaltok? Ugye említettétek azt, hogy az apukátok tovább tanul, de egyébként, ugye általánosságban, jó, a tanárok is járnak továbbképzésekre. Mit tapasztaltok, hogy a felnőttek, akik titeket körülvesznek, azok tájékozódnak, tehát tanulnak folyamatosan, ez így bennük van tudatosan? Szerintem bennük, vagyis némelyikben. Már ugye vannak az öregebbek is, például ők is fejlesztik magukat azzal, hogy ugye a mai világban a informatika az így telezsongta a világot, és ők is, hogy próbálnak az interneten tájékozódni, hogy hogy kell, hogy mit kell csinálni. Tehát ez például a Facebook, ugye, hát az ilyen, pontosan, ők is... Hogy ugye a több generáció, szóval a generációk között nagyon nagy az eltérés, és ugye az idősebb generációk szerintem próbálnak azért fejlődni hozzánk, hogy ugye átlássák azokat a dolgokat, meg azt az életet, amit mi élünk. És szerintem ez is egy tanulás. Van, aki úgy gondolja, hogy nem muszáj neki, tehát most például oké, az idősebbek, de úgy gondolja, neki ez már nem kell, úgyse tanulja meg, úgyse lesz már rá szüksége, például így az internetvilágára, vagy itt az ilyen modern eszközöknek. Igazából is akkor nem érdekli. De van, aki például az én nagyszüleim, ők ezzel próbálnak haladni, mert próbálják ezzel is fejleszteni magukat, hogy ne legyenek lemaradva, mert... Hogy megtanulták használni a számítógépeket, meg internetet? Megtanulták, igen, mert úgy gondolták, hogy hát nem akarnak lemaradni meg ezzel. Meg így tudunk kapcsolatot tartani egymás igen, között. Sokkal jobb. Nekik is könnyebb, meg nektek is lényegében. Igen, nagyon érdekes egyébként, jó, hogy említetted így a generációk közötti különbséget, ugye bár nyilván, ugye, hogy ők is próbálnak haladni és becsatlakozni, ugye erre is vannak akár itt helyben, Egerben is egyébként képzések, tehát az ezüstkorúaknak is ilyen számítás technikát tanítanak használni, a gépeket Egérrel, mennyit kattintani, stb. Tehát mindenféleképpen azért van lehetőség itt helyben, és csak ugyebár attól függ, hogy a felnőttek, vagy az a korosztály mennyire nyitott rá, tehát hogy mennyire szeretnének. Mert egy csomó felnőtt, legalábbis én úgy hallottam, hogy mindenki ugye úgy áll hozzá, hogy ő tanult eleget a gimnáziumban, meg tanult ő már eleget, neki nem kell tovább most már fejlődnie, pedig szerintem pont az a lényeg, hogy az ember ugye sosem érheti el azt a tudásszintet, ami tökéletes, szóval nincs olyan, hanem az ember folyamatosan fejlődik. Egész életén át tanul. Igen. Igen, és akkor itt jön pont a műsorunknak a témája is, vagy a címe is ténylegesen, hogy ugyebár az egész életen át tartó tanulás. Nagyon fontos tényleg azt hozzátenni, hogy mindenkinek tanulni kell folyamatosan, de csak, tehát csak ilyen szakkönyvekből lehet tanulni? Tehát miből lehet még tanulni, tájékozódni? Az életből, a hibáinkból, tehát mindenkit, ahova sodor az élet, olyan módon tanul, szerintem. Szerintem a legfontosabb az, hogy ugye a szüleink, ugye, meg hogy más emberektől mit látunk, szóval az embert nagyon könnyű befolyásolni, szóval amit lát, azt ő is úgy átveszi, megtanulja. Szóval szerintem ez is egy nagyon fontos. A társaság függő, hogy mit veszünk át. És ti mit tapasztaltok egyébként így a diák társaitok körében? Tehát egy tanulnak-e? Vagy valaki tudatosan tanul. Nekem is volt annak idején gimnáziumban olyan osztálytársam, aki annyira tudatosan tanult, hogy én csak elcsodálkoztam, hogy hú, de jó lenne ilyen kitartónak lenni, mert tényleg az embernek erőt kell vennie saját magán is. Igen. Most is így van amúgy az osztályban. De hát szerintem én azt vettem észre, hogy a
vagy így a mi folyamunk, vagy így az iskolába, így, ugye mert mi mind a hárman egy iskolába járunk, hogy kevesebb, tehát kevesebb az a diák, aki tudatosan akarna tanulni. Mi? Tehát inkább mindenki úgy érzi, hogy ez egy késztetés, igen, tehát hogy ez egy késztetés számukra, vagy hogy azért tanul, mert hogy a szüleinek megfeleljen, vagy tehát hogy nem azért, nem magukért tanul, tehát senki nem magáért tanul, hanem azért, hogy megfeleljen valakinek, vagy valaminek. Uh-huh. És nem magának. Igen, nem és magának. Így nyilván nem is fog olyan jó teljesíteni, mert ugye nem magának csinálja, hanem a szüleinek, és akkor jó, csak meglegyen, csak legyenek elégedettek vele. Jó, akkor elengednek majd valahova, igen. Kaptam egy ötös, tök jó. Igen, nekem amúgy volt olyan ismerősöm, hogy mindig mondta nekem, hogy ha ő hazavitt egy ötöst az iskolából, akkor kapott valamit a szüleitől. És szerintem amúgy itt a neveléssel van baj, mert én például nem azért tanulok, hogy kapjak valamit. Szóval a munkahelyén, ennek a gyereknek a munkahelyén se lesz az, hogy ha most ezt a iratot például megcsinálod, akkor kapsz majd egy bármit. Szóval szerintem, ez egy nem túl jó nevelés, uh-huh. hogy ezt nevelik bele a szülők, hogy csak azért tanulja, hogy kapjon valamit. Jó, mert... de valamikor jó. Tehát, hogy ezzel motiválja. Igen, pontosan. Mert engem is ezzel, néha így ezzel szerintem motiválja. Szerintem is fontos a motiváció. Tehát, hogyha te azt látom a gyereken, hogy nem érdekli, akkor valamilyen szinten tehát meg kell fognom, hogy igen, hogy valamiért, hogyha nincs más lehetőség, nyilván nem ez a normális, mert magától kéne, hogy tanuljon. De hogyha nincs más, akkor kapsz ezt vagy azt, hogyha megcsinál ezt, vagy valamit valamiért. Hogy ne folyamatosan, mert szerintem, hogyha folyamatos, akkor utána pont amit a műsor elején beszéltünk, hogy ugye egy idő után mindenkinek be kell látni azt, hogy tanulnia kell, magáért tanul, de szerintem egy ilyen gyerek nem fogja belátni. Mert nehezebb belátni, úgyhogy hogy van valami, tanulok, de nem magamért. Ez nagyon érdekes, nagyon jó, hogy így belementetek, és akkor ez a kettő vélemény így különbözik, hogy ez a ha-akkor típusú neveltetés, tehát ha-akkor, hogyha ezt megcsinálod, akkor kapsz egy csokit, vagy egy nem tudom, ami játékot, amit vagy például ez, ami tényleg egy ideig motiválja az ember, csak ugye az a kérdés, hogy hosszú távon mennyire motiválja a gyereket magát, és hogy ebből mennyit tud majd kamatoztatni a későbbiekben. De látja, hogy ez ad neki egy kezdeti lökést. Tehát, hogy látja, hogy mondjuk megtanulta ezt meg azt, kapott valamit, és akkor utána látja, hogy ez nem is olyan nehéz, és akkor egy idő után már magától is csinálja. Csak egy ilyen kis, kell neki egy kis kezdeti lökés. Nekem is csináltak ilyet annak idén szüleim, hogy kapta ezt vagy azt. Tehát ez egy jó motiváció szerintem. Rá kell valahogy hangolni a gyereket, hogy mi a helyes. És hogyha nincs más lehetőség, akkor hát most... És mi van akkor, hogyha erre úgy rá, jó, te nem biztos, hogy ráharaptál erre, de hogyha azért már furfangosak vagytok ti is, de meg mindenki nyilván, hogy hú, tényleg, hogyha én ezt így csinálom, akkor lehet, hogy így több mindent elérek, vagy több mindent megkapok. Ezt tudatosan csináljuk, tehát, hogy én is tudatosan csinálom azt, hogy ja, jó jegyes szerzett, például most is ez volt, ugye, hogy egy példa, hogy a héten elkéstem az iskolából, vagyis hát 50 után értem be, és igazgató úr állt a portán. Azt mondta nekem, kérdezte, ugye mindig folyamatosan nézi a digitális naplót nekem is, úgy szintén neked is, ugye a diák önkormányzat miatt, és látta, hogy egy-egyesen van történelemből. Kérdezte, hogy javítottam-e már, mondtam neki, hogy hát sajnos még nem tudtam, de holnap fogok. Kérdezte, hogy milyen lesz a jegyem, mondtam neki, hogy hát remélhetőleg ötös. Azt mondta, hogy így motivált engem, hogy a dolgozat íráshoz, hogy ha ötös lesz, akkor nem kell behoznod az ellenőrződet, de ha rosszabb lesz nála, akkor be kell vinned. Tehát be kell vinnem az ellenőrzőmet a késés miatt. Ma kiderült, hogy hanyas lett, 4-es lett. Hát én örülök neki, mert legalább nem 1-es. Megmondtam igazgató úrnak. Ő azt mondta, hogy hát ő is örül neki igazából, és hogy nem kér az ellenőrzőmet. Tehát, hogy végül is így is jól jöttem ki belőle. Tehát nekem is ez egy motiválás volt, fogjuk rá, hogy... És közben nem jutott eszedbe? Nem stresszeltél rá kicsit? Tehát, hogyha... Dehogy nem. Ilyenkor sokkal jobban, amikor valamiért kell csinálnom. Hát igen, tehát hogy az még jobban is súlykol rám. Tehát azért az is érdekes egyébként, hogy stressz helyzetben, mert ez is lényegében az volt, vagy hogyha érzed, hogy tétje van a dolg. Te mint sportoló, te ezt tudod legfőképpen, tehát hogy ez milyen érzés, vagy azon mennyire tudunk felemelkedni, vagy túljutni rajta, hogy attól ugyanúgy
jól teljesítsünk. Nagyon, nagyon érdekes egyébként maga ez is, bár nekem az én saját véleményem az egyébként, hogy ez a ha akkor típusú jutalmazások, ezek nem feltétlen a legjobbak, de hogyha tényleg ezt a kezdeti lökést megadja a gyereknek, ahogyan neked, és utána már magadtól tanultál? Magamtól, mert beláttam, hogy muszáj, úgyis meg kell csinálni, akkor meg, hogyha akarom valamire vinni, akkor most miért ne? Így is kapok, tehát valamit időnként úgy is kapok. Most nem az, hogy ha megcsinálod ezt, akkor kapsz ezt tudatosan, hanem hogy szülő is valamilyen szinten, hogyha jól tanulsz, akkor valamilyen szinten hálás lesz, tehát hogy megdicsér, mert büszke lesz rám, hogyha jól teljesítek. De mennyiben nem várom azt el, hogy most én ezért kapjak valamit, hogyha most egészen egy jó időt. Valami az ember a társaság miatt is tanul igazából, hogy a többiek között ne tűnjek olyan hülyének. De tényleg, tehát, hogy én is, hogy ez már a versenyszellem. Igen, bennem van amúgy is ugye sportolóként, hogy nem akarom, hogy a többiek között én olyan alacsony szinten legyek, tehát mint az átlag, hanem próbálok kiemelkedni azért valamilyen szinten. Pont ezt a versenyszem, hogy már csak azért is megmutatom, hogy én tudok, vagy hogy mondjuk a szüleim leszittak, hogy mondjuk ehhez nem értek, ezt nem tudom csinálni, azt nem tudom, és már csak azért is megmutatom, hogy de pedig én ezt tudom, és megcsinálom, és akkor kicsit úgy érzem, hogy én nyertem. Akkor azt is tegyük hozzá, hogy néha azért kell egy ilyen komolyabb elbeszélgetés, vagy egy ilyen keményebb leszidás a szülői részről, hogy szerintem ilyen mindenki. Észhez térjünk, jól. Hogy... Tehát mindenféleképpen akkor ez is fontos. Jó, szerintem mindent kibeszéltünk a tanulásról, és tényleg én csak azt tudom mondani nektek, hogy további jó tanulást kívánok nektek, úgyhogy biztosan így lesz. De hogyha már tanultunk, akkor menjünk el egy picit szórakozni is, hiszen az EGRI ifi.halloween partit szervezett, ahol mi is jártunk. Vigyázzon, nem menjél a szemedbe! Ez a maszk is a Halloween ünneplő bulira készült, amit az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda negyedik alkalommal szervezett. Már hagyományá vált, hogy töklámbás faragással kezdünk. Pontosan azért, mert szülők, kicsik, nagyok, mindenki várható erre a töklámbás faragásra, azért 4 év alatt megszokták a szülők, hogy ide jöhetnek. És ez az első programelem minden Halloweenkor, utána pedig elmegyünk egy elmezes felvonulásra a városban, teszünk egy kisebb kört a dugótérről indulva, és idén egy kis változatosságot viszünk bele, ugyanis csináltunk egy haláli vetélkedő névre hallgató kis záró akkordot így estére. Csináltunk 2 tesztet, az egyik egy rendes keresztrejtvény, a másik egy kérdések bekarikázgatós kis teszt. Ebben direkt olyan kérdéseket teszünk fel, ezt mi állítottuk össze, hogy egy kicsit képbe kerüljenek az, hogy most honnan is jön, pontosan mikor ünnepeljük, illetve hát szerintem kicsit ijesztő dolgok, hogy mit tudom én, nem látom, hogy mi van a vödörbe, és akkor bele kell nyúlnom, és akkor csipeszt kell benne keresni például, és akkor különböző anyagokat tettünk a dobozokba, abból kell kihalászniuk. Rémisztő történetet kell majd írniuk előre megadott szavakból, és hát hasonló, egy kicsit ilyen rémisztő, kicsit vicces, kicsit igyekeztünk ilyen változatos összeállítani a feladatokat. Ahogy én tapasztalom, hogyha így kérdezősködtünk róla, vagy így az elején beszélgettünk róla, akkor inkább a nagyobb korosztály az, aki bátrabban felvállalja, hogy ó, ők tudják, hogy honnan származik, ők tudják, hogy innen meg innen jött, meg itt ünneplik jobban, a kicsik nem, tehát a kicsiknek megmarad a töklámpás, és akkor az jól néz ki, és egyébként nagyjából tudják egyébként, hogy honnan származik az ünnep, meg hogy mire jönnek, és ugye nyilván tudják azt, hogy Magyarországon ennek nincs hagyománya. Nekem ez a második Halloweenom itt, ugye én tavaly kezdtem itt dolgozni, és mindig az a tapasztalat, hogy a létszám is mutatja, hogy erre nagyon bezsonganak az emberek, és már előtte 2 héttel, jaj, mit fogok felvenni, milyen jelmezbe öltözzek, és akkor hoznom kell tököt, vagy nem kell hoznom, és akkor most mi lesz. Úgyhogy én azt tapasztalom, hogy itt az ifipontban nem tudom máshol, hogy működik, vagy mennyire, vagy biztos van egy réteg az emberek között is, akik így szívesen megünneplik, de itt nálunk ez minden évben nagyon, nagyon népszerű. Egy csapat az ifi.egri anime klubjából öltözött be a bulira. Minden évben a klubban az egy darab tököt farag, valamilyen animés mintával vagy logóval rajta, valami szereplőt, vagy bármit, ami animéhez köthető, és akkor ezzel jelezzük, hogy ez a mi tökünk, ez a mi klubunknak a töke. A gonosz szellemeknek az előzését, vagy valamihez hasonlót ünnepelnek, és ilyenkor a gyerekek mindenféle félelmetes jelmezekbe öltöznek, és házról házra mászkálnak, és csokoládét, meg cukorkát kérnek, és annál a háznál, akik vannak olyan kis
zsörtölődősek, hogy nem adnak nekik cukorkát, akkor megtépálják a háznak a tulajdonosát, úgyhogy például bekenik fokrémmel a kilincset, vagy megdobálják vécipapírrel a házat, vagy valamihez hasonló tréfákat eszelnek ki. Minden évben a hugommal felszoktunk vonulni, csak úgy viccből, ennek nincs olyan hagyománya Magyarországon, de azért csak úgy megcsináljuk, vagy barátnőkkel valami halloweeni pizsima partit tartunk, de amióta van az ifi, pont azóta járunk le ide arra a halloweeni bulira inkább. Bekopogtatni a szomszédságokból, de szoktatok esetleg? Igen, hát nem sokszor, és csak azokhoz a szomszédokhoz, akik kedvesek. Úgyhogy, mert a kudarcot azt inkább elkerüljük, és aztán van, akinek éppen nincs is csoki, vagy valami hasonló, de hát csak úgy viccből. És mik a tapasztalatok? Szívesen fogadják a szomszédok a halloweeni felvonulásokat? Hát néha meglepődnek, mert mondom, nincsenek ilyen szokása Magyarországon, de azért kedvesek is, ha találnak valami is csak itt ilyen eldugva a nagypapának a ruhás szekrényébe, akkor azt azért odaadják, hogy ne üres kézzel távozunk onnan. Az idei esten többen is zombinak öltöztek. Arcot festettünk, tököt faragtunk, meg csocsóztunk. És hogy nézett ki ez a tökforagás? Hát ilyen félelmetesen. Mit tudtok erről a Halloweenról? Hát, hogy este, hát, hogy gyorsan lesz este, meg ilyen szörnyek vannak, meg tököt faragunk. A tökforagásban a legkisebbek is segítettek. Én kiszedtem onnan a tetejéről, leváltam róla magokat, és anya addigra már kibelezte. Amikor én megjöttem, akkor már anyukám a szemöldökét csináltam. A tökforagás után a felvonulás is népszerű volt a gyerekek körében. A kísértett menet tagjai többek között az Eszterházi téren és a Dobó téren is megfordultak. Az elkészült töklámpások egy pár napig az ifi.hu udvarát díszítik, de a gyerekek haza is vihették őket. Köszönjük szépen tehát, hogy itt voltatok és beszélgettetek velünk, ugyebár mi is egy kis partit rendeztünk, így idézőjelesen a tanulás után, egy picit fel lehet lélegezni, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki velünk tartott, tegyen egy így egy hónap múlva is. Viszlát, sziasztok!